Sziasztok, ez itt újra a Freestyle FC, és ahogy már a címből is kitalálhattátok, ez a videó nem fog másról szólni, mint az Adidasról, illetve a Nike-ról. A két csúcs kategóriás cipőt fogjuk összehasonlítani olyan formában, mint azt tettük két évvel ezelőtt a drága és az olcsó Predator esetében, és most tényleg ki fog derülni, hogy melyik, szerintünk melyik cipő a legjobb. Ugye azért vannak itt preferenciák. Így van. Zolika egy kicsit inkább az Adidas felé húz. Így van, de nem azért, már évek volt, óta a Nike felé. Nem azért, mert volt szponzoráció, hanem alapvetően még azelőtt is Adidasos voltam, még mielőtt ez megtörtént volna. Én pedig azelőtt is Nike. Igen, viszont Millinek nem volt választása, ezt kellett hordania, de... De imádtuk az Adidas-t. Jó, de figyeljetek, meg fogjuk látni, két darab feladat lesz összesen. Az egyik a lövéspontosságról fog szólni, ahol igazából azt várjuk, hogy a Predatoron nem véletlenül vannak rajta ezek a cuccok, úgyhogy az fog érvényesülni, hogy elvileg ennek kéne nyernie. A másik pedig inkább az agilitásra, gyorsaságra fogunk rámenni, lesz egy akadálypályánk. Valószínűleg labda nélkül valamennyire, úgyhogy csak a gyors irányváltások lesznek a gyorsaság, és ott fogjuk megnézni, és közben pedig cserélni fogunk cipőt, tehát a Milu is átveszi ezt a Predatort, én átveszem a Mercuriát, és megnézzük, hogy azonos személyek esetén hogy viselkednek a cipők, milyen különbségek lesznek. Úgyhogy szerintem kezdjük is el. Az első feladatnál lőni fogunk, a 11-es pontról fogjuk kezdeni, mind a kettőnknek 5 próbálkozása lesz, az alsó sarok fog 10 pontot érni, a felső sarok 20-at, kapufa pedig 5-öt, és a 11-es ponttól megyünk egyre-egyre hátrébb, és 5-öt lövünk mind a kettőn. Meglátjuk, hogy melyik csuka lesz a jobb. Nagyon okos lövéssel fog gyerekek kezdeni, biztos 10 pontra rá legyünk. Igen, a gyerekek, ez a cipő, nagyon jó. Sima Predator lesz. Ohoho! Jó, ez egy... Ohoho! Jó, ez egy... Az igen. 30-at már van. Azért már kapsz egy zsömlét. Igen. A zsömi. Ah! Te szározza! Wooo! Neee! Igen! Elsőre egy kis kiba. Másodjára ugyanoda! Amúgy gyerekek, azért hozzáteszem, hogy pontosság megvan, mert mindegyik ugyanoda megy. Ezt aláírom, ezt megadom. Nagyon szép! 3! Gyönyörű! Egy 5-ös. Jó, tökéletes. Ebből lesz a gól, gyerekek, figyeljétek meg. És ebből sem. De úgy szerintem belülről jött ki. Nem. Viszont figyeljetek, hozzáteszem, tehát csak mondom, korrekt vagyok, és mindegyik ugyanoda ment. De a 16-ossal jövünk, és most én kezdem, mert az előzőben jövett a második, úgyhogy... Pontosság megint megvan itt. Ugyanoda. Nagyon szereted azt a spotot. Másodjára is, bazdmeg. Szép! Legalább egy már végre behúz. Egy 20-as be tudunk írni rá, gyerekek. Szép! Meg van a 40-ünk. Le kell menni a felsőre úgy. Ne! Állj ide fölé! Végyes csavarát. Okosba. Egy okos 10-es. Az alsó sarokba. Ejj! Ez egy lippis. Igen. Ez is egy lippis. Oh! Ez egy 15-ös. Na, eljutottunk a harmadik körig. Újra én fogom kezdeni a lövések sorát. Hogy állunk most? 80-50. 80-50-nél vagyunk. Be kell gyújtani a rakétát. Szép, szép, csak szart se ére szokták mondani erre. Ez is. Jó! 20-as. Nem baj. Elkapva, nem baj. Kicsit izgulok, mert végre be lehetne hozni ezt a különbséget, ha már a 11-esnél ilyen... Amúgy nem lett volna gyászos eredmény, hogyha nem a háló lett volna, hanem a kapus, de...
egy jó 10-essel kezdünk. Szép munka. Egy 20-as. Ezt a bátya hátadőt. Szép. Oda egy 10-es. 190 az állás, és hát innen kell az egyesnek fordítania, vagy bála. Gyerekek, nekem ez amúgy az a kedves. Az a fejét is ez szerintem. Amúgy, ja, én szeretem a jobb oldali. Borzalmas volt. Kapufás. 25-ös, vagy 45-ös. Bácsol! Szép! Jön a harap. Bozd meg! Alsó? Egy sorfal. Egy kedvenc helyem. Kicsi mellett. Ott 135. 130 az állás. Az Adidas javára, de valamennyire. Amúgy igazából, ha azt nézzük, mindegyik kvázi ugyanoda van. Tehát, hogy jól tartható benne a lövés irány. De hát azért ennyire pontosan nem lehet, hogy ez mindig oda menjen. De amúgy elégedett vagyok a 11-es kört leszámítva, mert az gyerekek, az jelszol. Most jön a switch. A switch. Hát amúgy hiányozni fog, de... Mert... Nekem is, az a helyzet, nekem is. Mert amúgy most jó így van, egymásba van. Szerettünk. Jó van, nem baj. Nem leszel sokáig alig kéne nyugni. Hát itt a ballában az úgy ügyelsz. Én viszont talbetétet fogom használni, mert... Bölcsének speciális talbetét. Így van, mert az a baj, hogy nekem annyira vékony a lábfejem, hogy... Gyerekek, jó ez az Adidas, csak... Én nekem azért könnyebb volt, viszont ez a fűző, gyerekek. Nagyon jó. Aki nem tud fűzőt, hallod, mekkora lába? Peci, nem áll, hogy meghúzza gyereket. Most teszi tönkre a cipőt. Semmi para, hogy visszaadom utána egybe. Atya világ, gyerekek. Nem tudom, hogy ezt hogy kell így viselkedni vele. És te belülre húztad? Igen, Lippi 10 éve nem látott fűzőt, miatt az Adidas szponzorált. Hát nem tudom, viszont figyeljetek, azért Adidas üzenem, hogy azért most lehet ám lefizetni engem, tehát itt vagyok. Bármikor, tudjátok a számomat. Én ugyanezt üzenem a Nike-nak. Tudjátok, a számomat fel lehet hívni, tehát most még gyorsan be lehet ütni, hogy ne kerüljön ki ez a videó. Mármint már a Nike-ba azért most láthatjam, hogy most bosszúból megütöm a maxot. Minden lövés, felső sarok, kapufás? Persze, hát az easy, amúgy kényelmesebb. Na persze, mert már a fater bejáratta nekem. Nem azért mondom, tényleg kényelmesebb, csak én mindig úgy vagyok ezzel, hogy amúgy a cipő az pszichológia. Szóval... A színek nagyon sokat szeretem. Igen, szóval én annyira szeretem azt, annyira high-tech és annyira közel áll hozzám, hogy én ezt a nagyon egyszerűt nem tudom hova tenni. Jó, nyugi, semmi. Na, nézzük egy Ronaldo, hogy a szomban lő ilyen gólokat. Na, most megfordítjuk itt a rendet. A világrendje felborul. És messziről fogjuk kezdeni, aztán egyre közelebb a 11-es pontig haladunk. Írjátok már meg, hogy hogy áll rajtam. Érdekel. Bél, gyere, bél. Ez az, vale. Hát az amúgy közel volt. Az mi? Az mi? Ez egy 20-as. Köszönöm ezzel lépővel. De jó, azért már ez a lépő fehér. Ne! Egy lövésem van. Egy lövésed van. Na jó, ez nagyon kék. Egy 5-ös. Egy 5-ös. 25-ös. Hogyha valakinek esetleg nem lenne világos, szóval most Milán az Adidas csapat tagja, tehát az ő pontjai az Adidashoz fognak csatlakozni, az enyém meg a Nikehoz. Még egyszer, nagyon gyorsan, hívjatok már fel. Meg tudom változtatni a dolgot. Nem bundázok, de azért amúgy nagyon kényelmes. Bomba 10-es. Az hogy ment, ember? Eddig nagyon jót megyek. Amúgy nem rossz. Jó van, azért bevart a gyerek a 20-at? Nem, 30-at alul. Akkor most megint egálban van az Adidas Nike. Egálban vagyunk. Még felhívhattok. Esküszöm, meg felhívhattok. Nem sokáig. Na, közelebb jöttünk a kapuhoz. Minden kell a Nike pontjait begyűjteni. Amúgy nagyon fura. Hogyha szerintem egész életében valakinek itt hord, akkor így fognak állni a lába, és így fog lépkedni. Új lábas lesz.
nem lehet máshogy. Annyira támasz, hogy talpat, és az amúgy szerintem jó is, csak én már annyira megszoktam az Adidast, hogy... Szép. Szerintem ezt megadjuk. Legyen így. Legyen így, egy 10-es. Szánalom pontokat adok. Szép. Gyönyörű. A buszás. És akkor már megvan a zsomle. Kérdés, hogy... Gyönyörűen felé ment. Egy 30 ponttal gazdagítottuk a Nike-t. Közelítünk ahhoz a területhez, ami nekem már egy kicsit szimpatikusabb. Ahonnan a csavarás jobban működik, úgyhogy remélem innen azért több pontot tudok szerezni, mint az előző körökben. Az a bomba, gyereket! Egy sima 20-as. Egy 20-as. Aj, olyan szépen tekeredik. Az igen. 40-es. Legjobb spotom, hát remélem, hogy innen sikerül a maximális pontszámot megszerezni, de meg lehet. Az okos 10-es. Lője meg mindegyik sarkot, gyerekek! Nagyon csúnyán elmértem. Gyerekek, nem baj. Ez így is. Szép kezdés. Ergya befejezés. Hát Milano egy 40 pontot beaprított a levesbe. Ezzel 240 van az Adidas. Én meg 190, úgyhogy ide egy 50-es becsípni a bátyának. A maxos 10 elcsípte pontot. Elcsípte a kis csavarunk okosba. Mert az a baj, nem tudok alányulni. Ide. Szép. Ide. Megfogja. És áttér a másik sarokra. Áttér a másik sarokra, ha már a másik oldal megvolt. Jó, egy fél pontot beírunk. Mindig Lippi felé hajlik az a bizonyos mérleg, gyerekek. Mindig a lipták mindig, felé. Így van. Mindig. Kicsit begurítanám. Azért Ramónába berúgjuk. Gyönyörű. Hát ezt nem lehet így irányítani. Marad az, hogy begurítod csak sem. Az nem én vagyok. Az nem én vagyok. Ez jó! Így is van, ez vagy te! Ronaldo a nagyképű. Akkor jön a 11-es, Ronaldo lépőbe, bár ő feketét nem vesz fel, nem tudom, vágjátok-e, mert azt mondja, hogy abba lassú. Adjunk Milónak feladatot, nem? Ennyi. Úgy rúgod ezeket a 11-eseket, hogy még a gróf is megfognálhat. Nem tudjuk megadni. Nem tudjuk megadni. Ezt nem tudjuk. Lippinek ezzel a gyönyörű taktikával sikerült egy 40 pontot szereznie. Lassan a szetjátok 260-nak. Ugye így 40 ponttal vezet. Hát nekem ezt kell most. A földbe döngölnöm. Nem rossz. Nem rossz. Nem rossz kezdésnek. Egy kicsit sajnos fölé lőtte. Még egy 20-as, akkor igálva vagyunk. Így a 5-es! Nagyon-nagyon nyomás. Nagyon közel lesz, nagyon közel lesz. Na most minden eldől. Vagy utolsó labdát. Szó szerint. Vagy nyersz, vagy vesztesz. Win or go home, ahogy az amerikai mondaná. Bevállaljam, vagy rámenjek az X-re. Érted az X-re? Az Adidas szalad. Szed. Szomorú ezt kimondani. 290, 280-nal a Team Nike egyelőre vesztéssel, de hát jön az Agility, amiben úgyis ebben Mercurial, úgyhogy tik. Elérkeztünk a tesznek a második részéhez, ami a gyorsaságot fogja ugye igen. Kicsit mérni. Melegebb van amúgy, nem tudom, feltűnt-e 40 fokkal most így. Így van, ugye eddig az Adidas vezet 10 ponttal. 10 ponttal, így most van. Lippi fogja kezdeni az Adidasban, én a Nike-ban. Elvileg azt tudni kell, hogy ugye a sebességre a Mercurial van kitalálva, Predator csak lovol utána. Azt hiszem, hogy van is köztük valami 40-50 különbség, úgyhogy elvileg a 7-esnél is ezt
adják, ezt meg egy kicsit drágábban. Hát kíváncsi vagyok, tegyétek meg a tippjeitek, ezt köztünk is amúgy így versenyek ki a gyorsabb. Úgyhogy kezdjük a Predatorra, utána a Milo Mercuriába, cipőt cserélünk, és meglátjuk, hogy megcsuk a gyorsabb. Az akadálypálya 5 részből fog állni, az első résznél jön egy slalom, utána két darab szökkenés, és aztán a végén egy lövés, ami úgy épül fel, hogy 3 lehetőség van, ha mellé lövöd, akkor plusz 3 másodperc, ha kapufát lősz, akkor mínusz 3 másodperc, ha pedig eltalálod a kaput, tehát gólt lősz, akkor nem történik semmi. Így van, utána pedig jövünk, jön egy, hát egy elég fura akadály, mindegyikbe bele kell lépni egyik lábbal, majd a másikkal, utána körbe kell menni, és végül pedig a létránál mind a két lábunkat bele kell helyezni minden egyes rubrikába, és végül pedig az óra meg fog állni ott a két bolya végénél. 2. Itt a vége, 17:30. Szavaztok! Hívjatok csak Flashnek, gyertek! Kifáradtál? Nem, baszd meg! Ez egy olyan NB1-es újságíró kérdés volt. Nem baj. De nem ilyenkor rendezik az NB1-et, hát este már a lankás melegbe. Jó, hogy van hívó szület is. Tényleg? 3, 2, 1. Csak nem volt meg a víz. 15:36. Na hát akkor itt vagyunk a két tesztünk után egy nagyon rövidke összefoglalóba. Hát a lövéseknél egy nagyon hangyányival 10 ponttal nyert a Predator, de ezt vártuk is. Szerintem lövésekre amúgy sokkal pontosabb eredményt lehet bennük elérni. Az a minimális adott esetben hozzá tudja az embert segíteni a gólhoz. De ez is ilyen személyes preferencia szerintem, hogy ki mit szeret jobban. Lábfejre hogyan áll a cipő, stb. Szóval nálunk ez az eredmény, lehet, hogy nálad egészen más lenne, lehet, hogy mondjuk te egy Pumában lennél a legjobb, vagy egy Umbróban, vagy egy New Balance-ban. Itt a gyorsaságnál pedig, hát nem jött ki azt, hogy a Mercurial könnyebb, szerintem. Nagyon minimális volt a különbség. Én jóval jobb időt mentem ugye a Predatorban, mint a Mercurialba. Én fordítva, bár az meg inkább hozzáteszem azért van, mert sokkal szűkebb lábfejre jó a Superfly, mint mondjuk a Predator, és ebbe csúszkál az ember lába egy picit, nekem abban semennyire se. De ez is szerintem valamennyire pszichológia függő. Gondolkodtunk is, hogy ha ez a cipő teljesen fehér lenne, akkor lehet, hogy még jobb, még komolyabb eredményt tudtunk volna benne elérni, mert amúgy, ha hiszitek, ha nem számít, látjátok, Ronaldo is el szokta mondani, hogy egy fekete cipőt nem veszt fel. Mi is abban szeretjük a világos cipőket. Így van, valahogy a sebesség jobban kijön belőle, Neonról ne is beszéljünk. Így van. Úgyhogy szerintem kimondhatjuk azt, hogy számottevő különbség nincs, vagy sokkal több mérési eredmény kéne ahhoz, hogy ez el lehessen dönteni, tehát mondjuk 100-200-an kipróbálnák, azért már lehet, hogy lenne egy jó eredmény, amiben lehetne azt mondani, hogy egyik vagy másik. Igen. Úgyhogy utaljátok nekünk sok-sok pénzt, hogy meg tudjuk ezt csinálni. 80 millió feliratkozó esetén megcsináljuk ezt a videót is, úgyhogy ennyit tudnánk mondani, hogyha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, plusz ha kell egy jó csuka, akkor irány az Ergo-nak az oldala, FF10 kuponkódért 10-szel kedvet kaptok. Találkozunk a következő videóba, jó nyarat, vakációt, bár az elmúlt fél év is ez volt, na sziasztok! Szevasztok!